Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Büntető kamattal fizessék vissza a multicégek az adófizetők pénzéből kapott olyan támogatásokat, amelyeket a céltól eltérően arra használtak fel, hogy elküldjék a magyar dolgozót és megtartsák a vendégmunkást. Teljesen egyértelmű elvárásunk az, hogy a magyar adófizetők pénzéből olyanoknak adjanak támogatást, akik magyarok munkahelyeit tartják meg, tartják fenn. Az elmúlt hetekben teljes joggal borzolta a kedélyeket több olyan hír, hogy adott esetben azokat a magyar dolgozókat küldhették el, akik betanították az érkező vendégmunkásokat, miközben a vendégmunkások vígan maradhattak a helyén. Van már egyébként pozitív előjelű példánk is, a Continental nevű cég a parlamentben elhangzottak szerint már visszafizette azt az állami támogatást, amit vélhetően nem úgy használt fel, mint ahogy fel kellett volna használnia. Ha viszont egy esetben működött ez, a Jobbik konzervatívok azt követeli, hogy szülessen törvény. Szülessen egy nagyon-nagyon szigorú törvény, amely az érintett multicégeket nem csak rábírja, de kötelezi arra, hogy büntetőkamattal együtt fizessék vissza az utolsó forintnyi állami támogatást is, hogyha megtartják a vendégmunkást és elbocsátják a magyart. Ezzel kapcsolódóan nyújtottuk be a védett státuszról szóló javaslatunkat is, amely biztosítja, törvényi garanciát ad arra vonatkozólag, hogy nem lehet kirúgni a magyar munkaerőt, amíg hasonló végzettséggel, hasonló munkakörben, akár csak egyetlen vendégmunkása is van az érintett cégnek. Amikor pedig büntetőkamatról beszélünk, érdemes tisztáznunk, hogy hol vagyunk, melyik országban vagyunk, mik itt a szabályok és mik az elvárások. A helyzet ugyanis az, hogy egy magyar állampolgár elcsúszik a csok vagy a babaváró feltételeivel, és akár önhibáján kívül egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, akkor büntető kamattal kell, hogy visszafizessen állami támogatás összegeket. Nem értünk ezzel egyet, nem szeretnénk, hogy a magyar emberek ilyen büntető tételekkel legyenek idézőjelben megjutalmazva, de amíg ez a helyzet, ameddig a kormány hozzáállása az, hogy a csok vagy a babaváró feltételeit nem teljesítő embereket is büntető kamattal terheli, addig alapelvárás, hogy az idejövő és a profitot innen sokszor kitalicskázó multicégekkel szemben is legyen legalább ennyire szigorú. Ha tehát elküldik a magyart, de megtartják a vendégmunkást, akkor kamatostól büntető kamattal fizessék vissza az érintett multicégek az állami támogatást, a kormány a befolyó összeget pedig fordítsa a magyarok képzésére, lakhatására, illetve a családtámogatási rendszerre. Teljesen egyértelmű elvárás tehát az, hogy ugyanaz a szigor jelenjen meg legalább a nagy külföldi cégekkel szemben, mint amivel bármely magyar honfitársunk szembesül. Összességében mégis az lenne a megoldás, hogy több gazdasági ágazatból is egyszerűen haza lehetne zavarni a vendégmunkásokat, és a magyar munkakeresőknek kellene sokkal aktívabb, sokkal célzottabb segítséget és pénzügyi támogatást nyújtani. Emellett arról se feledkezzünk meg, hogy több százezer honfitársunk kényszerből jellemzően Nyugat-Európában keresi a kenyerét, őket is haza lehetne csábítani megfelelő lakhatási és a normális béreket célzó programmal. Összességében tehát letesszük a parlament asztalára azt a javaslatot, amely büntető kamattal együtt szedeti vissza a multicégektől az indokolatlanul elvett, vagy pedig nem a célnak megfelelően felhasznált állami támogatást, de elvárjuk azt, hogy az ebből befolyó pénz magyar emberek boldogulását segítse elő Magyarországon, hiszen nem lehet kérdés, hogy itt a hazánkban nem a vendégmunkások idejövetelének az áramvonalasításán kellene dolgozni, hanem a magyarok szülőföldön való boldogulásán.